Azért kell elcsendesedni, elvonulni, hogy ezek az impulzusok, amik, amik a világból jönnek, munkából, tevékenységekből, egy csomó mindenből, a hírekből, az okostelefon, mindenhonnan áradnak az impulzusok, és az embernek meg kell tanulnia tudatosan elszakítani a magát bizonyos időre, ezektől az impulzusoktól, hogy ne érjék az érzékszerveit, ezek az impulzusok, hogy egy nyugalom tudjon rájönni az embere. Hogy elkezdjen a szelleme, az embernek a szelleme erős, er, felerősödni, és felerősödve működni, és a szellemének a képességei elkezdjenek dolgozni, működni, hatni. Na és ha erős a szellemet, hallod, beülsz ide, akkor nem kell két órát magyarázni neked. És akkor lehet érzékeni, mennek a gondolatok egyiknek, ez, mint az autópályán, a strádán, 120-szal, 180-nal, mennek, siklanak a gondolatok ide-oda, hanem megtanul az ember elcsendesedni, és amikor eljön Isten tiszteletre, akkor tudja, hogy most kikapcsol a világnak a dolgaiból, a saját gondolatokból, a saját hülyeségekből. Kikapcsol az ember, és az Isten igéje által az a jelenlét, az Isten igéjéből a Szent Szellemet tudja venni az ember és úgy, hogy megnyugszik, békesség jön az életére. Hallod, és azt olvasjuk, a békességnek az Istene lerontja a sátánt hamar a lábaitok alatt. Ha hát izgág a keresztényeknek, nem tudja lerombolni. Izgága keresztényeknek, nem tudja lerombolni a sátán, a sátán munkáját az életükbe csak olyanoknak, akik tudnak békességben élni. Tehát ez nagyon fontos.